össze, a kaszta miatt jöttünk össze, tehát amiatt a, amiatt a cég miatt, amit a Card Moon, az egyik társalapító elkezdett promózni, és még nem jött ki a tokenje, viszont szerintem egy hatalmas durranás lesz. Na most, mielőtt kimegy a tőzsdére, az egyetlen hely, ahol ezt meg lehet majd, ahol hozzá lehet jutni. Sziasztok, profitfaktorosok! Ma egy gyors videót fogok rögzíteni, mert ott kint gyönyörűen esik a hó. Mindenkinek ajánlom, akinél esik, hogy menjen ki, szánkozzon egyet a gyerekekkel. Isteni az idő. Igazi karácsonyi ajándék. Ezt a karácsonyi ajándékot két plusz ajándékkal szeretném kibővíteni. Az egyik az, hogyha a videó alatti zafiros linkkel ma valaki vagy egy új linket beregisztrál, és a legkisebb csomagot akár, ha megveszi, vagy ha már regisztrált, és a regisztrációjánál az Anci Babika látszik, tehát az iroda. Tehát ebben a két esetben, aki ma vásárol egy első csomagot, tehát aki még nem vásárolt csomagot, ő nekik szól, és akik alatt még nincs senki, aki vásárolt csomagot, ez is nagyon fontos, ő közülük ma ketten vissza fogják kapni a bónuszt, amit nekem ír jóvá ez az iroda. Jó, úgyhogy ez egy ilyen majdnem 10-9%-os kedvezmény. Ez az egyik ajándék. A másik ajándék az pedig az, hogy mindjárt gyorsan tartunk egy Social Swap Token sorsolást az előző videó alatti kommentek közül, és hogyha te leszel a nyertes, akkor természetesen várom, hogy Telegramon a kukac nagy C-vel Csaba Moró címre írjál nekem egy trontárca címet a neveddel, illetve a YouTube csatornáddal, és már küldöm is neked az 50 Social Swap Token, amit szintén, ha szeretnél, le tudsz autosztékelni a Social Swap-nak az oldalán, ehhez is találsz linket a linkgyűjteményben a videó alatt. No, de miért jöttünk itt ma össze? A kaszta miatt jöttünk össze, tehát amiatt a cég miatt, amit a Card Moon, az egyik társalapító elkezdett promózni, és még nem jött ki a tokenje, viszont szerintem egy hatalmas durranás lesz. Na most, mielőtt kimegy a tőzsdére, az egyetlen hely, ahol ezt meg lehet majd, ahol hozzá lehet jutni, az a Bybit, tehát exkluzív a Bybit tőzsdének adták oda gyakorlatilag az Initial Exchange Offeringet, tehát az IEO-t, de mert IEO-val fognak kijönni, Initial Exchange Offering, ezt így hívják, amikor egy exkluzív tőzsdén jön ki először egy token, úgyhogy ez a Bybit-en lesz, a Bybit-hez találtok egyébként, pillanat, ezt ide fölteszem, a Bybit-hez találtok szintén ugyanebben a linkgyűjteményben linket, ugye ezt a videó alatt itt megtaláljátok, vagy eléritek a linktr.ee/profitfaktoron, és hogyha itt mentek lefele, ugye egyrészt itt van a Hyperfundra, itt lehet jelentkezni, illetve Hyperverse-re most már, de minden más programra is, itt van a Social Swap-nak a regisztrációs linkje, amit mutattam, ahova az ingyen tokenek jönnek mindjárt, és a Bybit Exchange, itt lesz a kaszta. Na de mi az a kaszta? A kaszta az egy olyan eszköz lesz, ami segíteni fog a kriptóknak a beimplementálására. Egész pontosan, ugye, amikor valaki 5-10-20 millió dollárt vagy 1 milliárd dollárt utal, akkor arra tök biztonságos, gyors, jó a bitcoin, de amikor bemész egy kávézóba és akarsz inni egy kávét, és azt nem euróval akarod kifizetni, vagy nem dollárral akarod kifizetni, vagy forinttal, hanem kriptóval, akkor ugye ott nem megoldottak a tranzakciós költségek, és a kaszta többek között erre hivatott, hogy ezt megoldja. Felkapta úgy a sajtó, hogy gyakorlatilag már majdnem heti szinten keresik meg a... Ilyen az, amikor beszélsz, és a kávégép bekapcsol magától. Tehát majdnem heti szinten keresik meg a Card Moon-t most már a mainstream sajtóból is. Tegnap a Yahoo Finance-en volt egy nagyszerű
report, ahol szintén nagyon ügyesen helytált ez a srác. Ugye Kárdamundról tudjuk, hogy ő egy nagyon-nagyon komoly youtuber a kriptóban, és azt hiszem talán, ha jól emlékszem, pénztárosként kezdte egy szupermarketben, aztán jött az életébe a kriptó, ettől szép ez az iparág, és tessék, most gyakorlatilag a kis pénztári tranzakcióknak a megoldásán dolgozik. Úgyhogy ez a token most fog jönni, nincs még kint, és csak a Bybit-en lehet hozzájutni, viszont a kasta.io alatt meg tudjátok nézni a tokenomics-ot, a céget, a kontaktot, fel tudtok iratkozni a hivatalos csatornákra, Twitter, Telegram és a Medium. Úgyhogy igen, ja, és még azt akartam mondani, hogy a Telegram csoportunk, a Profit Faktoros Telegram csoport, aminek itt van a linkje, ott elvileg talán még láthatjátok azt a kis zárt közösséget, ahol a Strongblock nodokat fogjuk indítani. Ma délután 4 órakor lesz egy Zoom. Hogyha szeretnél ezen részt venni, akkor keresd meg a Telegram csoportunkban az ide vonatkozó posztot, az is lehet, hogy ki van pinelve, ki van tűzve a tetejére a csoportnak, az egyik üzenet, ez a Profit Factor Strongnode-os csoport, és ott lesz ma egy Zoom meeting, úgyhogy szeretettel várunk, hogyha Ethereum validálására alkalmas Node programban szeretnél részt venni, de nincs arra pénzed, hogy nem tudom, másfél millió forintnyi összegért megvegyél egy egész Node-ot. Jó, úgyhogy akkor gyorsan csináljuk meg a sorsolást. Ugye itt van Carl the Moon, őróla beszéltem, itt van ez pont ez a Yahoo-s interjú egyébként, nagyon jó kis elemzéseket csinál, aztán akkor ezt a linket tegyük akkor be. Ja, be is tettem, jó, mindegy, kitörlöm és berakom újra, hogy biztosan az a link legyen. És kommentek, egyébként 68 komment érkezett, plusz a válaszok és ellenválaszok, tehát itt 101 komment volt már a videó alatt. Azt mondja, hogy filter duplicate users, azt nem, minél többet kommentálsz, annál többször tudsz itt lenni, include replies to comments, ezt viszont betesszük, így már 92, filter commented, exclude blacklist users, add extra entries, include replies to comments, oké, jó. Tehát 92 komment lesz a mai sorsolásban. És akkor nézzük, hogy ki kapja a SocialSwap tokeneket. A nyertes nem más, mint Ferenc Madaras. Ferenc Madaras, gratulálok, légy szíves Telegramon írjál rám, a kukac Csaba Moró, nagy C-vel Csaba Moró felhasználónévvel találsz meg, alternatív módon, hogyha nincsen Telegramod, akkor írhatsz a csabamorokukac@gmail.com-ra is, trontárca cím, a neved és a YouTube csatornád. Ez a három kell nekem, és akkor ott már majd le tudjuk ezt ellenőrizni, és meg tudjuk nézni, és akkor küldöm neked a trontárcára a SocialSwap tokeneket, és most pedig nem maradt más hátra, mint előre, még egy karácsonyi beigli, még egy szánkózás, még egy kis pihenés, mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánok, a bitcoin vagy a dollár legyen veletek, és tudjátok, a profit faktor bennünk van, sziasztok, találkozunk a következő adásban. Thank you.